Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ismét jelentkezik a Zugló Televízió PC váltó című műsora, amelyik valóban egy váltó, ahol a P és a C váltja egymást. Hogy mi a P és a C? Akik látták korábbi műsorainkat, már tudják, hogy a P politikust jelent, méghozzá olyan politikust, aki nem csak politikus, hanem ért is valamihez. A C az pedig civilt jelent, méghozzá nem akármilyen civilt, hanem olyan civilt, aki képes volt már hangot adni valamely területen annak a meggyőződésének, hogy mit és hogyan lehetne jobban csinálni. Tehát most is ilyen két emberrel találkoznak, aki a múltkor meghívott volt, ő most meghívó, Vajda Zoltán, akit pedig meghívott, Gráf József, miniszter úr. Övék a szó. Köszönöm szépen. Miniszter úr, először is köszönöm szépen, hogy beszélhetünk és találkozhatunk. Még nem találkoztunk személyesen. Én elmondom, miért választottam önt, hogy miért szeretnék önnel beszélgetni. Én egy kicsit politizálni szeretnék önnel, miniszter úr, hogyha szabad. Az ön életpályáját, amennyit én emlékszem, legalább három olyan szerintem fontos személyes döntése volt, amely szerintem példamutató, és segítsen a jelenlegi magyar belpolitikában tájékozódni, mert szerintem legalább három olyan fő probléma van a jelenlegi belpolitikában, amelyben ön jó döntéseket hozott. Az első, amire gondoltam, hogy van sok-sok olyan szereplő most az elmúlt egy-két évben, akik előjöttek, akik lehet, hogy egy-egy szektor tekintetében ők megvédik, mert az egészségügy, az oktatásügyben elmondják a véleményüket, de azt mondják nekik, hogy ők politizáljanak, és lépjenek a porondra, és legyenek politikusok, akkor ők ettől óckodnak, és azt mondja, jaj, nem, a politika az egy mocskos dolog. Önnél azt gondolom, hogy amikor kellett, akkor vállalta, akkor képes volt a színre lépni, elvállalta, hogy miniszter legyen. Ez egy ilyen első gondolatom lenne. A második, hogy van az ellentétes probléma szerintem a jelenlegi belpolitikában. Vannak olyan szereplők, akik már levitéz lettek, akik ha volt a lehetőség, és éltek vele, vagy volt a lehetőség, és nem éltek vele, de már el kéne vonulniuk legalábbis a frontvonalból. Erre is tudok példákat mondani, most udvariasságból még elsőkörben nem mondok. Ön itt is azt hiszem egy jó döntés hozott, mert 2010-ben, amikor a választásokat elvesztették, azt mondta, hogy ön visszavonul, elmegy nyugdíjba, és előtte még mielőtt ide elkezdődött a beszélgetésünk, beszéltük arról, hogy azért is hívhatom őt miniszternek, mert az utolsó állása az miniszter volt. Tehát ön akkor is tudott egy jó döntés hozni, megérezte azt, hogy most már nem kell az ATV-be járni megmondó emberként, és mondogatni, tud itt el kell vonulni. Sokan talán nem hozzák meg ezt a jó döntést. És a harmadik is egy fontos döntés, hogy vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy mindig mindenre alkalmasak, és bármilyen felkérés kapnak, azt elfogadják, pedig nem alkalmasak. Én úgy emlékszem, hogy ön miniszterelnök is lehetett volna, vagy legalábbis a felkérés az volt, amikor a Gyurcsány utáni váltás volt, remélem, mert jól emlékszem, akkor a Bajnai mellett az ön neve forgott a kalap, és azt mondta, hogy ön erre nem alkalmas, hanem az agráriumhoz ért, máshoz nem, meg nem. Vannak olyan szereplők, akik úgy érzik, hogy minden az érték, és mindig mindent elvállalnak. Úgyhogy ha lehet, én először ezt tenném a tálcára, ezt a témát, hogy ez a három típusú dolog, hogy aki vállalnia kéne valamilyen retteg, és azt mondja, hogy a politika az egy mocskos dolog, akinek már el kéne tűnnie, valamilyen nem tűnik el, és ezzel rosszat tesz a hazánknak, és a harmadik, aki úgy érzi, hogy mindig minden alkalmas, és mindent elvállal, ön ebben a három dologban az én meglátásom szerint jó döntéseket hozott. Ön hogy látja ezt most? Én köszönöm szépen a meghívást először is, másodszor azt, hogy ezt a három kérdést tette föl. Valóban én is úgy éreztem mindig, hogy ez a három dolog volt az, amikor hát egy-két éjszakámban azért került a dolog, amíg eldöntöttem a lépésemet. A legelső az az, hogy én országgyűlési képviselőként három ciklust töltöttem a parlamentben, tehát a politikával ilyetén az én körzetemben, Szigetvári területen, hát szorosabb kapcsolatba kerültem, és az mellett, hogy az agrárium céget vezettem, tehát nem szakadtam el a szakmámtól, és ezáltal egy biztos anyagi hátterem is volt arra, ha politikusi tevékenységet abba kell hagyni, és én nem is azért gondoltam, hogy esetleg abba kell hagyni, mert valami rosszat teszek, hanem azért, ha valami olyan irányba indul el a pártom, amiben nem tudok azonosulni szakmailag. Én mindig nagyon erősen szakmai indítatású voltam, nagyon majd később biztos szóba kerül. Ilyet én kerültem is összeütközésbe a mindenkori miniszterelnökkel, de mindig megértettük egymást. Tehát én
A miniszterség elvállalása pedig úgy történt, hogy talán emlékeznek rá, az EU-ba való belépésünkkor nem sikerült igazán az integrációnk. Nem érkeztek a támogatások, a pénzek, hát a gazdák a földek helyett a Kossuth téren tartózkodtak a traktoraikkal. És abból a csapatból, akik akkor országgyűlési képviselők voltak, nyilván abból lehetett választani valami megoldást, aki rendet tesz most idézőjelbe, és valamilyen módon megoldja ezt a problémát. És hát közülük én voltam a legtapasztaltabb, és az, aki a legközelebb áll a szakmához, tehát onnan jött. És az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc úgy gondolta ezt, hogy akkor egy közülük való ember próbálja meg értetni az emberekkel, hogy mik ezek a problémák, és hát ne csak megértettem, oldja is meg nagyon gyorsan a helyzetet. Bocsaszolvának egy fél mondatra, én arra emlékszem, hogy nem voltak tüntetés. Az ön miniszterség alatt, bocsánat, lehet, hogy félreérthető lesz, a fő élményem az, hogy semmit nem hallottunk. Tehát hogy nem volt a botrány. Egyetlen volt, sikerül. Arra majd kitérek, de itt ebben a szituációban én többször bíráltam belülről, tehát a frakcióba a kormányzatot azért, hogy nem építette fel időbe a kifizető ügynökséget, nem adott elég pénzt, nem adott elég embert, és hát nyilván az emberre van egy erkölcsi tartása, valamit kritizál, hogy nem jó csinálják. És akkor azt mondják, na hát akkor itt van, old meg, de mit lehet csinálni? Ugye egész életemben arra tanított apám is, hogyha jár a szád, és valamit úgy gondolsz, hogy jobban tudod, mint azok, akik csinálják, és azt mondják, hogy csináld meg, hát akkor azt el kell vállalni, becsületből is, és meg kell csinálni. Nos, ez az elvállalás, ez úgy volt, hogy választások előtt voltunk egy évvel, másfél évvel. És akkor közöltem a miniszterelnök, hogy rendben van, én megoldom ezt a problémát. Tehát a NVH fölépítését, a kifizető ügynökséget, hogy működjön, hogy a gazdák dolgozzanak, és ne a Kossuth téren legyenek, de én szakember vagyok igazán, vissza szeretnék menni, és utána nem szeretnék miniszter lenni. Engem nem zavartak gyerekkoromban az asztal körül, hogy miniszter legyek. Én jobban szeretem a szakmámat, abba ismernek az országba. Én is szeretem csinálni, inkább visszamennék. Ebben meg is egyeztünk. Aztán nem így alakult a dolog, mert annyit még ez, hogy végül is sikerült a gazdákkal megegyezni. Tényleg az én időszakom alatt nem volt tüntetés. Egyetlen egy esetben volt, amikor elmentem 5 napra nyaralni a családdal, feleségemmel és a legnagyobb unokánkkal, akkor még csak ő volt unoka, és egy kicsit elmenjünk Horvátországba 5 napra. Most ezt rögtön kihasznált az akkori magos vezetés, és volt az alma értékesítési árával egy probléma, és azonnal Szabolcs-Szatmárba rendeztek egy tüntetést. Hát nyilván a titkárság vezetőm azonnal fölhívott Horvátországba, hogy holnapra tüntetés van X helyen, és alma átvételi ára, ami örökké probléma egyébként a minősége miatt, a alma létkészítés miatt, tehát sok minden miatt. A feleségemmel ültünk, és látta rajtam, hogy azért feszült vagyok. És mondta, hogy hát ülj be az autóba, és menj haza. Mi majd itt leszünk az unokával, mondjuk ők egy szót nem tudtak horvátul. Én is valamennyit csak. Aha. De hát mindegy, a nagyobb probléma ez volt, és hát a nagy meglepetés az volt, hogy 10 órára hirdették a tüntetést, meg voltak a szónokok fönn, eszméletlen meleg volt, fönn álltak a emelvényen, és hát pár perc után, ahogy haza tudtam érni, megjelentem a tüntetésen. Hát először séri csend volt, ugye mindenki nézte itt az ezt. Utána elkezdtek tapsolni a gazdák. Tudták, hogy horvátországok, mert előző nap a Népszabadság hát eléggé ellenítélettő módon azzal a főcímmel jelent meg, hogy a miniszter nyaral a gazdák tüntetnek. Hát nem volt túl sportszerű hír, de mindegy, ez a lényeg, ez volt. És akkor szóltak, hogy akkor jöjjön már fel miniszter úr, ugye nem volt mit tenni, én mondom, nem. Először végigjárom a gazdákat, és megkérdezem, hogy mi a problémájuk. A nagy melegben fönnálltak 1,5 óráig a tüntetés szervezői, hát mindenükről folyt a víz. Én meg körbejártam az árnyékba, mert a gazdáknak több eszük volt, ők az árnyékba álltak. Végigjártam a kört, és megkérdeztem tényleg, hogy mi a probléma. Fölmentem a színpadra, és közöltem, hogy a lehetőség ennyi, azt hiszem egy 1,5 cent kilónként volt lehetőség, amit
tudtam adni, és telefonon beszéltem az Agrána vezérigazgatójával, aki szintén hozzátett valamennyit. Uraim, ennyi van, több nincs, én hazajöttem Horvátországból, ha ezzel megelégednek, megvan a probléma, ha nem, akkor nem. Tapsvihar, köszönjük, miniszter úr, megettük a pörköltet, visszajöttem az autóba, és visszamentem Horvátországba. Bocsászom, el tudjuk képzelni mai világban, hogy az egészségügyben, az oktatásban tüntetések vannak. Nem, mintha az egészségügyi miniszter nevét tudnám most, vagy az oktatás miniszter nevét tudnám, mert itt ebben a kormányban miniszterek teljesen mellékszereplők, de hogy ők elmennének oda. Se egészségügyi miniszter. Ja nem, hanem emberi erőforrások vannak. Ugye tényleg meg ilyenek vannak, de akkor is nem tudom, a szakterületért felelős senkiházi elnézést, ki menjen egy tüntetés és beszélges az ember. Ez önmagában elnézést. Nekem az volt az elvem, hogyha akiket irányítok, vagy rám van bízva egy ágazat emberei, és azokkal, mert ugye az első kérdés még ott az volt, hogy testőr, vagy minden, senki nem volt gyakorlatilag. Én eljöttem Budapestig a kocsimmal, és a gépkocsi vezetőt azt oda rendeltem, hogy onnan már még egyházségig ne én vezessek. Igen. Tehát vele jöttem, egy sima gépkocsi vezetővel, sehol senki. Hát mondom, ha engem meg kell védeni azok az emberektől, akiket irányítok, akkor nagyon rossz helyzet van. Igen. Tehát neki ilyen ős elvek, amithez én mindig ragaszkodtam. Ez az egy tüntetés volt. Igen. A második kérdés, hogy is volt, hogy... Tehát te három dolgot, igen, tehát, hogy tudj, amikor el kell vállalni, elvállalja, amikor el kell menni, igen, elmenni, illetve tudja azt, hogy ez, amit nem kell elvállalni. Igen. Én úgy gondolom, hogyha egy párt, a világon bárhol, kormányzó párt, és mindegy, hogy az én hibámból, vagy más hibájából, egy súlyos választási vereséget szenved, akkor a megújulás egyik jelképe, hogy személyi változásokat kell végrehajtani. És azoknak, akiknek bármilyen szerepe volt abban, hogy oda jutott ez a párt, le kell vonni a konzekvenciát. És én ezt bejelentettem, annak ellenére, hogy ma is úgy érzem, és ne tűnjék nagy képviségnek, hogy miattam ment el a hajó, tehát valószínűleg nem, meg ezt nagyon sokan megerősítik ma is, és azóta is, ahol járok szakmai fórumokon, de akkor is úgy éreztem, hogy erkölcsi felelősséget tartozok azoknak, akik bíztak bennünk, akik mellénk álltak, akkor ránk szavaztak, valamilyen csalódást okoztunk, akkor új emberek kellenek, akik hitelesen ezt elő tudják adni. Harmadik kérdésre röviden tudok válaszolni. Otthon voltam, mert névnapon volt, ha jól emlékszem, március valamikor történt ez a dolog, amikor a MSZP elnöksége ülésezett, és azon mondott le Gyurcsány Ferenc. És én éppen a barátainkat vártuk, és ilyenkor én szoktam főzni, egy Szigetváron történt még a lakásunkon. Most a töltött káposztát, vagy pörke, nem tudom, már pontosan, ilyen férfias, valami éppen főztem a csapatnak, és csörög a telefon, ott mellettem, fölveszem, és a TV2 riportere volt, egy fiatalember, és közli velem, hogy ugyan ülésezik az elnökség, és elvileg semmi nem szivárgott ki, de neki szóltak, hogy Gyurcsány Ferenc lemondott, és az elnökség engem javasol miniszterelnöknek. Hát mondtam, ne vicceljen, hát most éppen főzök itt a konyhában, van lenni, nekem fontosabb dolgom, és mindig ilyen hülyeségekkel foglalkozok, letettem a telefont. De azért mondtam a feleségemnek biztonság kedvére, hogy kapcsolja be a Hír TV-t, ami akkor abszolút fideszes tévé volt, nem annyira, mint most. Na hát, ha tényleg valami van, hát nem hiszem, hát valaki hülyeskedik van. Bekapcsolta a Hír TV-t, és pont hírekhez ért, és abban például a fényképen megjelent a Hír TV-ben. Na mondtam, hogy na most itt tényleg valami van. Jól értem, egy olyan MSZP ülés van, miért tartott, ugye? Tartott. Tehát de telefonon azért szivárogtattak. Adta ki híreket, nyilvánvalóan. Ez is előző, igen. Na, a dolog lényeg az, hogy én soha életemben nem vállaltam olyan feladatot, amihez úgy érzem, hogy meghaladja a képességeimet. És ezt azért nem vállaltam, mert én életemben nem foglalkoztam oktatásügyi egészsége, amiben a legnagyobb problémák voltak akkor is, és vannak ma is az országban. És én azt gondolom, hogy ezekhez olyan miniszter kell, mert ugye mondják azt is, hogy miniszter bárki lehet, nem kell érteni semmihez, csak jó válassza meg a szakember, ez is lehet, de én azt gondolom, hogy válságban levő, vagy nehéz helyzetben levő ágazatoknál nagyon fontos, hogy értsen hozzá az, aki az első helyen is poszton áll. Ezt áttételekkel nagyon nehéz irányítani. És volt egy nehéz mondani. Igen. Ez, hogy nehéz helyzetben lévő ágazat, ezt én nem tudom, hogy mihez képes nehéz helyzetben. Mert én úgy emlékszem, hogy itt Magyarországon valamikor virágzó mezőgazdaság volt. Tehát igazán jól
prosperáltak a gazdák is, meg hát voltak olyan, mondjuk így, ba már lehet, hogy ez voltak éppen szitok szó, szövetkezetek is, amelyek nagyon normálisan tudtak működni, sokat tudtak piacra vinni, gazdagok voltak. Igen, hát ez hozzá kell tenni, hogy a körülmények is mások voltak. Tehát mindig abból kell kiindulni az igazság kedvéért, hogy amikor a mi mezőgazdaságunk nagyon-nagyon erős és fejlett volt, akkor az annak volt köszönhető, hogy valami csoda folytán egyedül a szocialista táboron belül volt egy nagyon erős agrárlobbia akkori irányító párton belül, politikai bizottságon belül is, és megengedték azt, hogy a világ legmodernabb technológiáját, legmodernebb fajtáit használjuk. Ez egy kész csoda volt. Egyedül Magyarországon. Igen, és ez volt az egyik. Tehát pillanatok alatt a világ élvonalába kerültünk ezzel a termeléssel, és azért is, mert ez menne a másik oldala, hogy egy korlátlan piac állt rendelkezésünkre. Hiszen emlékezünk, talán ön annyira nem, de Lengyelországban majdnem, hogy éhség volt annak idején, tehát jegyrendszerre adtak húst, kenyeret, egyebet, Romániában majdnem, a Szovjetuniónak, a akkori Szovjetuniónak a néhány terméket, amit fogyasztottak ide, a konzervet úgy hívták, hogy Globus, egyszerűen, a magyar csirkéért 2 kilométeres sorát az áruház előtt, tehát korlátlan piaci lehetőségeink voltak. Ezt a modern termelés ma is megy, ebben nincsen különösebb probléma, de még azok a keretek is segítették, hogy tényleg a szövetkezetek, állami gazdaságok, trend volt, fegyelem volt, nagy területeken tudtak dolgozni. Ezek megváltoztak, ezek a körülmények. És hát ugye politikailag is, szakmailag is. Politikailag úgy változtak meg, hogy tavárisi konyec, és többet a nagy piac elúszott, többet oda nem tudtunk szállítani. Azonnal a helyünkre bementek a dánok, a norvég, a dánok, a hollandok, a németek, pillanatok alatt bevonultak helyünk, és ezt még egyszer nem tudjuk visszafoglalni ebbe a nagyságrendbe. A másik, hogy üldözi a magyar politika, amikor nem a baloldal van kormányon, a társas vállalkozásokat a mezőgazdaságba. Mindenhol lehet valamilyen társas vállalkozás, csak épp a mezőgazdaságban, nem? Ami ugyanolyan iparág, úgy egyébként, ugyanolyan ágazat, mint bármelyik más. Ez éppen olyan, mintha azt mondaná, hogy nagy üzem nem lehet, az ipari üzemekben csak maszek. Uh-huh. Most ezt is biztos meg lehet valahol csinálni, itt is meg lehet csinálni, csak az lesz a vége, ami most van, hogy a pozícióinkat teljes egészében elveszítettük a világba. Jó, hát ennek a társas vállalkozások a mezőgazdaságban című fejezetnek valószínűleg az az értelme, hogy a TSS-ítés annak idején nem volt éppen önkéntes dolog, hanem bizony elég csúnya eszközökkel is, és kényszerből hajtották be a gazdákat ebbe. Valószínűleg egyértelmű volt, hogy ezt föl kell számolni, de nem volt mindegy, hogy hogyan. Ha önön állt volna a dolog, akkor hogyan cselekedett volna ott? Elsősorban úgy, hogy tehát nem lehet úgy visszamenni az alapokhoz, hogy valamit 30 év után ugyanoda visszateszünk. Tehát mi ez? Nálam nagyobb bölcsek is mondták a vízbelépése, stb. Ezeket az nagy igazságokat. És ez most az agráriumon kívül most kíván sok van, minden más, sok minden más. Tehát nem lehet oda visszamenni, ahonnan indultunk. Vissza lehet menni, de azt a mai kor szellemében lehet megcsinálni. És úgy lehetett volna a szövetkezeteket is fokozatosan valamilyen módon lebontani, és nem úgy, hogy fekete leves, és addig nyúzzuk őket, amíg tönkre nem mennek. Tehát nem tönkre tenni kellett volna őket, hanem egy jó része megmaradt volna, mert a tagok úgy nyilatkoztak már, hogy ők szövetkezetbe akarnak maradni, és úgy. Hát nem mindenki magánvállalkozó. A magánvállalkozáshoz nagyon nagy felkészültség kell az agráriumban is, más területeken is. Meg egy olyan alkat is, bocsánat. Van, aki szeret traktoros lenni, és megmondják neki, hogy nagyon jó traktoros, kiváló.
ezt kell csinálni, és ő megcsinálja. De egyedül, hogy beszerezze a vetőmagot, hogy eladja a terményét, hogy raktározzon, megtanulja a növényvédelmet, hát erre nem mindenki alkalmas. Sokan alkalmasak rá, és így lehetett volna valamilyen módon ezt átszervezni, de úgy, hogy üldözzük őket, és ma is gyakorlatilag olyan kritériumokat szabnak, amivel szinte lehetetlen lesz. A jogi kereteket is át kellett volna alakítani. Ugye az, hogy oszthatatlan tulajdon, az nyilvánvalóan kötődött az előző politikai rendszerhez. De ezt rossz az elnevezése ennek. Ez nem azt jelenti, hogy oszthatatlan közös tulajdon. Mert hogy nem lehet osztani. Lehet osztani, és ma is méri ki, aki kéri. De aki nem kéri egy adott táblán belül, és ott vannak 8-an, vagy 10-en, vagy 20-an abban a táblában, azt akkor egybe osztatlanul valaki bérbe veheti. Akkor nem egyenként 804 szögölet mérnek ki, meg. És aki kéri, hogy kimérjek, az kimérik belőle megint. Tehát ennek a, ne, az osztatlan az az, hogy most nem osztották szét. De ez nem jelenti azt, hogy a tulajdonos bármikor nem rendelkezhet úgy, hogy kéri kimérni, mert ő művelni akarja, vagy másnak akarja bérbe adni. És ez így van most is a földprivatizáció, most említik, tehát ez most a földprivatizáció, az jutott eszembe. Igen. Ugye itt a tulajdonos megvan. Igen, ezt akartam volna kérdezni. Itt megvan pontosan. A tulajdonos, igen. Hogy Kovács Jenő tulajdonos, de nem akarja művelni, igen. Kicsi földje van, uh-huh. Mert akinek 30 hektár van, az nyilván már kimérette, meg másnak bérbe adta egy. Most van 804 szögöl egy táblába, valamiért megörökölte, de mit csináljon vele? Ott igen. Hagyja benn, ne is, mert csak pénzbe kerül a kimérettem, tehát csak osztatlan közösben van. Épp ezt szeretem volna kérdezni, hogy vannak a mindenféle botrányok a hazánkban, hogy hát valamiért mutyinak becéz mindenki. Tehát van a ingatlan mutya, amikor ellopnak ingatlanokat. Van a trafik mutya, amikor ellopnak trafikokat, és szerintem maga mutyi szó az egy ilyen édeskés hízelgő, valami pedig ezek lopások, és valamit földmutyinak hívunk most, ami, és ez lenne a kérdésem, én pesti fiú vagyok, bár járok vidékre időnként, hogy segítsenek a miniszter úr, mit jelent vidéken a föld? Tehát amikor úgy privatizálnak földeket, hogy valószínűleg, amikor szoktam mondani, hogy műkörmös, és nem tudom, masszázs oktató tulajdonolja a földet, ez valójában itt, helyben mit jelent? Igen, itt a földek egy részéről van szó, tehát igen, ezt kell megérteni, mert például a szövetkezetekben lévő földek 99%-ának tulajdonosa van. Igen. Vagy bérbeadja, vagy kiviszi. Igen. Itt az állami földek a nagy téma, ami ugye olyan erdővel mindennel együtt majdnem 2 millió hektár, igen. Olyan 800 ezer hektáros nagyságrend volt valamikor, igen. Ami kimondott. Ezek az volt állami gazdaságok által művelt területek, igen. Tehát Bábolna, persze. Mezőhegyes, az ő területük. Ezek állami tulajdonban voltak mindig, vagy jó ideje állami tulajdonban voltak, és ezeknek a szétosztásáról van szó, mert az állami gazdaságnak ugyanaz volt a sorsuk, mint a szövetkezeteknek. Ugyan volt egy privatizáció ezekben az esetekben, és ott a kedvenceknek 50 évre bérbe adták a földet, aki nem kedvenc volt, aznak csak 20-ra. Tehát ez is már egy speciális helyzet volt. Nem mindegy, megoldódott. Most ugye lejártak, meg lejáróba vannak lassan ezek a földbérletek, és hát ilyenkor megindul a gondolkodás mindenkibe, hiszen a föld az nagy kincs. Az egy olyan kincs, amiből mindig kevesebb van, több sose lesz, mert autópálya épül, áruház épül, város épül, tehát mindig kevesebb lesz. Ezért az értékét mindig növeli. Ez Hollandiában már egy hektár föld 14 millió forint körül van átszámolva, nálunk is már 2 és 3 milliós értékek is vannak hektáronként. És indult 20 ezer forinttal a rendszerváltáskor egy hektár föld ára. Tehát el lehet kérdés, 100-szorosra ment. 20 év alatt. 100-szorosra, 3 millió fejbe. Számol a fejbe, 100-szorosra. A közgazdás jobban kérdezze számolni. Igen, szorolni tudok. Tehát 150-szeresen. Mondjunk még egy valamit ebben az országban, vagy a világban, ami 150-szeres értékre ment a 20 év alatt. Igen. Na most ekkora már most nem lesz. És látjuk a jövőt, tehát igen. Előbb-utóbb konvergálni kell, mondjuk a hollandárakhoz. Így van, hát 10 millió körüli igen. Ár valószínűleg be fog állni. Igen. Tehát még egy 2-3-szoros, hát akkora igen. Már nem, igen. Egy 2-3-szoros növekedés még benne van a földárban. Tehát ez egy komoly vagyon. Hogyne. És a vagyonra játszanak. Na most a világon mindenütt vannak olyan földvédelmi törvények, nálunk is, csak hát úgy alakítva, ahogy nekik jó, akik hozzá akarnak ehhez jutni. Mert ott tényleg a gazdálkodók jutnak hozzá.
Hát itt Magyarországon az előbb ön is sorolt már egy pár szakmát és foglalkozást, akik földhöz jutottak. Hát messze nem erről van szó az állami földnél. De ők ezt csak vagyonként tartják, és egyébként helyben ugyanazok művelik, akik korábban művelték. Tehát jól mondta traktoros példát, ugyanaz az úr a traktoros. Ebben van változás. Tehát van, aki ténylegesen szervez egy új céget, és úgy műveli, vagy ha kisebbet vesz 50 hektárt, ő műveli, tehát vannak ebben különböző változatok. A probléma az, hogy kamuból az legyen, hogy olyan veszi meg, aki földművelő, igen. Ezért létrehoztak egy tanfolyam rendszert. Igen, amit bárki elvégezhet. Pár hét alatt ma Magyarországon bárki alkalmas lehet a földművelésre. Ez minket agrárszakembereket végtelenül bánt, úgy egyébként, mert ez olyan, azt mondanánk, hogy valakit egy 6-7-es pedagógus képzésre beültetjük a középiskolába, igen, és tanítsa a gyerekeinket. Vagy ne adj Isten, elmegy operálni. Igen. 6 hét után megtanítják operálni. Igen. Azért ez se egy olyan nagyon gyenge, igen, alacsony nívójú szakma, ami szakmánk, hogy ezt 6 hét alatt valaki azért el tudja sajátítani. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek kizárólag az a lényege, hogy földhöz tudja jutni. Volt egy idő, amikor hallani lehetett arról, hogy gazdálkodási tanácsokat adnak azoknak, akik kérnek. Ez mennyire vált be ez a dolog? A világban ez működik. Tehát ugye egy kicsit csak annyit tennék hozzá, kitekintve Magyarországon, hogy vannak olyan országok, ahol alapvetően a kisbirtokrendszer konosodott meg, de nem úgy, hogy egyszer államosították, egyszer utána meg szétosztották, tehát ezt a kurflit kihagyták belőle, hanem folyamatosan apáról, fiúra, első gyerek megörökölte a birtokot, mert osztani nem lehetett, másik kettőből lett katona vagy tűzoltó, egy maradt, aki vitte a birtokot, hogy ne oszoljon. Tehát ennek polgári hagyományai vannak európai országokban elsősorban. És ott a 100-150-200 hektáros nagyságrendig ment, ami nyilván, hogy ő mindenhez nem érthetett, és az ottani agrárkamarák, ugye ez most itt nálunk is megindult ez a dolog, ottani agrárkamarák küldték az állatorvost, a vetőmag tanácsadót, egyebet, amit ki kellett fizetni, tehát szó se róla, de ő neki nem kellett mindent megtanulni, de egy középszintű agrár végzettséggel rendelkeznie kell ezekben az országban, aki agrárvállalkozó, és 5 évenként általában egy téli 3-4 hónapos bentlakásoson a továbbképzésen részt kell venni. Tehát ott hát itt embereket mérgezhetnek meg, most idézőjelben, hogy élelmiszert állítanak elő, hát hogy mikor permetezek, hogyan, mikor viszem a piacra. Tehát itt nem egy olyan szakma, amit, hát nincs is olyan szakma, amit 6 hét alatt meg lehet tanulni az én véleményem szerint, vagy 8 hét alatt, vagy mit te hány hetes ez a tanfolyam. Tehát, hogyha mindig a legidősebb fiú mondjuk vitte tovább a gazdaság vezetését, akkor az azért valamennyire bele is tanult. Hát itt én azt a fajta problémát véltem akkoriban látni, hogy talán arról van szó, hogy megszokta azt, hogy teszem azt, apja mindig napraforgót termelt ott, akkor ő is napraforgót termelt. Holott, és én már ezt a gimnáziumban felfigyeltem erre, azt mondták, hogy vetésforgó. És akkor sokáig én nem tudtam, hogy ez mit jelent. Tudta, hogy mit jelent? Az nem az, hogy parlagon hagyunk földet egy időre, igen, hogy ott föld. Erről van szó, hogy... És a gimnázium élményeimre hagyatkozzon. Aztán később megtudtam, hogy ez arról van szó, hogy felosztják az adott földet különböző területekre, és akkor ezt termeljük ott azt, amit üresen marad, akkor váltanak, hogy mikor, hol. De nálunk nagyon gyakori az, hogy valaki hozzászokott ahhoz, hogy azt termeli, akkor azt termeli. Ebben gondolom tudnak tanácsot adni ezek a szakemberek. Monokultúrában, tehát hogy mindig ugyanazt vetek, az Amerikában divatos, ugye a hatalmas területeken, például kukorica termesztésnél. És éppen ezért van az, hogy ott speciális fajtákat kellett kitenyészteni, kitermelni arra, hogy ezt a monokultúrát bírják. Magyarországon, ugye, hát kisebb terület, 92 négyzetkilométer. Igen, mint egy amerikai állam, kis állam. Igen, egy kis állam. Egy 5 millió 100 ezer hektár mezőgazdasági területtel, amiből 4 millió 200 ezer körülbelül szántóföld. Tehát ezt be kell osztanunk, és nagyjából sok mindent elő kell állítanunk.
itt nem lett monokultúrába, meg azért sem, mert ezek a fajták Magyarországon nem engedélyezett. A GMO-s magokkal lehet megcsinálni ezt a monokultúrát, amik azokat a kártevőket, mint például a kukoricabogár, ami elemi úgy védekezünk, hogy kukorica után valami mást vetünk, árpát, búzát, a legjobb, ha valami hüvelyest, vagy fehérjét, fehérje növény, akkor megszűnik ez a hatás. Uh-huh. Gyakorlatilag tehát így lehet védekezni ellene, de maximum kétszer kerül a mi gazdaságunkba, és maximum kétszer került ugyanaz a növény egymás után egy helyre, de nem az egész területen, csak valahol, ahol nem lehetett éppen megoldani, hogy a hat növény pont úgy jöjjön ki a forgóban. Hogy és a GMO, akkor ez az unió megengedni a genetikai modifikált termékeket, de a magyar szabályozás szigorúbb ezek szerint? Ez, unió, most megint tanulok valamit akkor itt. Az unióban nagyon megosztott a kérdés ebbe. Tehát nincs uniós törvény rá. Nemzetállami lehetőségek vannak, hatáskörben vannak. Például az osztrákok sem engedik, mi sem engedjük. Németek megengedték, és a franciák pár évvel ezelőtt kétfajta kukoricánál, de ma már ő se nagyon boldogok tőle, talán meg is szüntették. Viszont a mi környezetünkben lévő országok többsége gőzerővel, tehát Szerbia, Románia, Szlovákia, én azt hiszem még talán a csehek is GMO-s vetőmagokat használnak. Ugyanis ez egy szakmai vita. A GMO hasznos abból a szempontból, hogy például önmaga a növény harcol bizonyos kártevők ellen, nem kell annyi kemikáliát, vegyszereket használni, ártalmas lehet a szervezetre. Ezt mondják, akik védik. A másik oldalra azt mondják, hogy olyan ellenanyagokat termelnek ezek a növények, amik elpusztítják a kártevőket, de nem tudjuk igazán meggyőzően azt, hogy emberre károsak vagy nem károsak. Most Amerikában már, hát azt hiszem, 30-40 év óta folyamatosan generációk nőttek ezen fel, van GMO-s magtermelés, sőt, ugye egy kicsit elködösítjük szokás szerint a dolgokat, mert szóját nem tudunk annyit termelni Magyarországon, amennyi fehérjére szükségünk van az állattenyésztésbe, és hát ez bizony brazil és amerikai szója pótolja, erről nem is nagyon beszélnek, amelyik ilyen most többségében. De termelni nem engedjük. Na most ez a vita nem dőlt el szakmailag, tehát még egyszer mondom, és én is óvatos voltam annak idején ennek az engedélyezésével, mert orvosi és egyéb körökből nagyon erős volt a ellenvélemény, hogy még várjunk, tehát folytassunk. De én viszont elrendeltem, hogy kísérleteket, kísérleti parcellákba, elsősorban a két vetőmag termelő intézetnél Magyarországon, az állami vetőmag intézeteknél lehetséges kisparcellás kísérletekbe és szigorú elhatárolási határokat betartva, de ez is megszűnt. Tehát gyakorlatilag ez sem engedik. Nem dőlt el a vita, azt szeretném mondani. Szakmailag nem ördögtől való, mert itt GMO-nak hívják, máshol másnak hívják, a kertészeti dolgoknál, az állattenyésztésben, mindenhol más neve van, itt GMO-nak hívják, gémmódosított anyagnak, de nem ördögtől való. Igen. Tehát azt szeretném kívánni, nem ördögtől való, és ezt mondjuk egy alkotmányban rögzíteni. Hogy GMO-me... Ezt nem tudtam, az alaptörvényes volt alkotmányban. Nem, ahol gémmódosított ország legyünk. Na most volt nekünk ebből hasznunk, hogy igen, gémmódosított ország vagyunk a vetőmag termelésnél, mert néhány területen nagyon fontos, hogy gémmódosított vetőmag legyen. És ezt mi jó áron tudtuk értékesíteni, mert nálunk ugye ez volt. A szomszédos országoknál nem merült fel. Viszont ennek a polleneknek, a GMO-s polleneknek nem lehet azt mondani, hogy ez a magyar határ. Persze. És igen. Mivel a környékünkön mindenhol termesztik... Ha már kerítés most épül, de a pollen azért még átfél rajta. Ezek migráns pollenek, nem? Átmigrál a határon. Igen. És előbb-utóbb, ha a többiek is nem lépnek vissza, vagy nem veszik vissza ezt a tevékenységüket, akkor a befertőződés az be fog következni. És voltaképpen azok gondolkodtam, hogy a génmódosítás az tulajdonképpen ugyanaz, mint amikor úgymond nemesítik a gyümölcsfát például, nem?
Egy bizonyos, hát ott is az történik. Igen, egy bizonyos szempontból hasonlít rá az eljárás, de teljesen nem. A génmódosításnak igazán az a lényege, hogy például kártevők ellen is ellenálló legyen. A gyümölcsnél az, hogy mondjuk a két gyümölcsből a jó tulajdonságokat összehozni, a rosszakat elveszíteni. Tehát ez az alapvető cél. A virágnál, egyébnél ugyanez. Itt például az, hogy ellenálló legyen a kukoricabogárnak, ezt a példát használtam az előbb is. És egy olyan anyagot termel, ami ezt a kukoricabogarat elpusztítja. Na most ez a kérdéses ebben az egész génmódosításban, hogy annak milyen hatásai maradhatnak a növénybe, vagy nem. Egyik oldalról semmi, másik oldalról nem tudjuk. Tehát a másik oldal nem azt mondja, hogy marad, hanem még egy kicsit kísérletezzünk vele, hogy igen vagy nem. Csak ugyanakkor, akkor jól értem, ha a környező országok ezt alkalmazzák, akkor ha már mondta, hogy közgazdász vagyok, akkor egyszer azt gondolom, hogy ez egy versenyhátrány akkor, hogy mi ezt nem tudjuk csinálni. És a versenyhátrány az, hogy sokkal többet kell költenünk, ugye vegyszerekre többet kell, igen, ilyen szempontból versenyhátrány. Másrészt a génmódosításnak van egy olyan iránya is, hogy például szárazságtűrő lesz a növény. Igen. És a nagy szárazságban nekünk a 9 tonna helyett 7 tonna terem, a szomszédnak ott viszont 9. Tehát ilyen értelemben versenyhátrány, tehát igen, költség oldalról versenyhátrány, igen, és ha olyat, úgy olyan génmódosítást csinálnak, ami a környezeti viszonyokat jobban figyelembe veszi, akkor is versenyhátrány. A termés mennyiség kisebb, igen. Nagyon szépen köszönöm a meghívónak és meghívottnak köszönöm egyaránt szépen ezt a lelkes, odaadó és körültekintő részletes beszélgetést. Én sokat tanultam belőle, remélem, hogy nézőink is, akikkel legközelebb a következő héten ismét találkozunk a PC váltóban. Köszönöm részvételüket, és köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen.